Sziasztok, Zoli vagyok, és az érdekes helyek közül most az Ilona völgyi vízesést fogom nektek bemutatni. Gyertek velem, és nézzétek meg! A csodálatos őszi időt kihasználva úgy gondoltam, hogy az Ilona völgyi vízesést azt szuper lenne bemutatni egy ilyen időszakban, hiszen az őszi levelek a mátrát is csodálatosan megfestik. Na már most, hogyha először szeretnétek megtekinteni az Ilona völgyi vízesést, akkor tudni kell azt, hogy nagyjából parátfürdőről a legközelebb és legegyszerűbb ezt elérni. Csupán szinte végig egyenesen kell haladni a kijelölt úton, az eleje pedig egy aszfaltozott út. Ez az aszfaltozott út egyébként, egy idő után megváltozik, és egy kicsit ilyen murvás köves út lesz, majd egy idővel később, ismét szűkül. Folyamatosan felfele haladunk, először kevésbé, és majd fokozatosan emelkedünk, illetve fokozatosan változik az, hogy milyen magasságokban megyünk. A leggyakrabban egyébként azt javaslom, hogy eső után, tavasszal, vagy eső után ősszel látogassátok meg, mert akkor a leglátványosabb az Ilona vízesés. Körülbelül az első három kilométer az folyamatos aszfaltozott út, illetve ezután is egy enyhén köves Mutat kell elképzelnetek, a zöld sávot kell követni egy jó ideig, azonban, amikor megjelenik majd a zöld körjelzés, onnantól kezdve azt a jelzést kövessétek, ugye ez a forrás jelét mutatja. Érdekesség, hogy ez a forrásjel nem az Ilona patak forrásához visz annak pontos helyét nem is biztos, hogy meg lehet látogatni, legalábbis térképen nincsen jelölve. Két forrás van a közelben, az egyik a disznókő forrás, a másik pedig a tőkés kút. Az út során egy párszor át kell kelni a kis patakon, aminek az is az érdekessége, hogy nyilván függően attól, hogy mennyire nagy a vízhozama, előfordulhat, hogy kicsit magasabb a vízállás. Ebben a videóban például azért nem volt ebből semmiféle probléma. Magát a vízesést elég messziről is észre lehet venni, hiszen magassága körülbelül 10 méter, és Magyarország legnagyobb szintkülönbségű természetes zuhatagáról beszélünk. Ennél magasabb Magyarországon csak lillafüreden található. A vízesést természetesen meg lehet kerülni, úgymond, elég magas szintkülönbséget kell megtenni, hogyha folytatjátok a zöld kör turista jelzést, ami egyébként visszacsatlakozik majd a zöld sávhoz, tehát tudtok egy 6-7 kilométeres utat is megtenni. Ezen az oldalon itt nagyon óvatosan közlekedjetek, mert elég meredek, és nincsen kialakítva semmilyen lépcső vagy hasonlók, egyedül a fáknak a gyökereli, illetve a kitaposott út áll rendelkezésre. Természetesen nem véletlen, hogy itt nem nyúltak a környezethez, hiszen minél inkább meg akarták tartani a természetességét a vízesés közvetlen környezetének. Amennyiben felmentek, akkor arra számítsatok, hogy felülről nincsen igazán egy olyan hely, ahol biztonsággal meg tudjátok nézni ezt a vízesést, nem nagyon látszik, maximum egymást tudjátok fotózni. Ez a része a zöld forrás jelzésnek elég szűkös, és nem nagyon tudtok hova menni, szóval nem is javaslom, hogy letérjetek róla, mert nagyon veszélyes. Ez volt az Ilona Völgyi vízesés, remélem érdekesnek találtátok, iratkozzatok fel, lájkoljátok a csatornát, és menjetek el ti is, akár ide, akár a többi részre is, javaslom böngészétek a tartalmakat, hogyha újabb ötleteket szeretnétek, még hova érdemes ellátogatni Magyarországon belül. Találkozunk egy következő videóban is, köszönöm, hogy végignézted, sziasztok!